parkolás az autónak a felseje. Kormányomon van ez a fekete szivacsos kormánymérő, de rendesen megfogja a kezem, hát nem tudom most mi van. Úgyhogy már lesz a nyugtétben. És állítom az autót, aminek járassam. Ez 4 percig. Annyira nincs hideg. És szerintem le kéne vennem ezt a kormányvédőt, mert mondom, annyira piszlik ez a fekete izé róla. Csak összecseszem vele jobban a kezemet. Szerintem, hogy veszek rá a másikat, vagy nem tudom, de most mondom, annyira... Ez bőtt meg jön a kamion. Most annyira párás itt benne, ezért úgy furcsa, hogy kormányvédő nélkül a kormány. Annyira pizlik róla ez a fekete
gumi, vagy nem tudom mi van rajta. Na mindegy, hiszem általában 5-6 éve rajta van. Volt közben kimosva, persze, hogy volt kimosva. Csak hát gondolom azért ez is már kopik. Aztán örökké nem bírja. Meg ahhoz képest elég sokáig kibírta. Mármint eddig. Felkészültem, hogyha nincs nálam öngyújtó, akkor legyen nálam azért gyufa. Én most hoztam gyufát is. Biztos, ami biztos. Ekkorát csattant valami. Kocs. Azért figyelni kell ott, mert hiába marják úgy, hogy hagynak neki egy kis izét és rég rész, de akkor is azért tud nagyot ütni. Kevesebb, mint egy percet kell várni. Lámpa szerint. Mennyien jöttök? Hát gyerekek, nem hiszem, hogy nem pirosba jöttetek be. Várja, mert jön még egy autó. De furcsa ez a kormány így. Thank you.
nézegettük a kamionokat, ilyen autószállítókat, hogy van köztük olyan is, ami olyan autókat visz, ami úgy romában törve, hogy szinte totál károsnak néz ki. De nem egy legnem két ilyen autó van rajta szerelvényen. Aztán egyik ismerősöm kérdezte, mert ő ismer ilyen kamionosokat, ilyen autószállítókat, hogy hát mégis hova viszi, vagy mi értelme van, meg hogy kinek kellenek az ilyen autók, és mondta, hogy viszi le Olaszországba, Olaszországban szétbontják, utána meg alkatrészként, sziasztok, utána meg alkatrészként hozzák vissza Romániába, meg ide Kelet-Európába. Ugye nem gondoltam volna, hogy ekkora keletje legyen ezeknek a, hát most így ránézésre totálkáros autóknak, mert tényleg van egyik másik, úgy össze van törve az eleje, oldala, hátulja, teteje, mindene. Hát ezek szerint mégiscsak van rá igény. Jó, hát gondolom azért ezek az alkatrészek gyorsabbak, mint a gyáriak, meg az újak. Főleg elnézve a YouTube-on ezeket az orosz videókat, hogy amennyi autót összetörnek, sziasztok!
civil autó ezen a szigeten. Na látom, itt ma valaki kivitte a izet, táblát. Barom.
szörbe jöttem még át, mert azt láttam pont, mikor átjöttem, akkor lett el piros, hogy ez a kiegészítő lámpa kijön. Szergálja a torkomat. Világítás nélkül este, igazad van. Benni vagy idő, legyen idő.
nem tudtam mindent megvenni. Mégis csak át kell mennem a Pennybe. Hát valami vagyok az egyedül, aki a Lidl-ből kijön, aztán megy át a Pennybe. Viszont már meg tudtam venni, amit még akartam. Majd mindjárt valahol megállok, aztán átrakom a kamerát.
azt komolyan mondom. Ezért nem szeretek erre jönni, mert szép van. Kicsodálva. El sem megyek Egerszegre. Thank you.
Lehet, hogy kiszállok, elvégzem a dolgomat.
van, kivett a kamion meg. Na mindegy, hát. De ránéztem erre az őrlámpára, még olyan egy perc volt. A gyerekek, hát piros a lámpa, hát menjetek a francba. De nem megyek ezen át. Azt hittem a zöld, hát ezek szarnak rá egy nagyot, hát hiszen akkor a traktorra. Hiába villogsz, akkor mennyi, ha akarsz. Itt villog mögöttem, én nem megyek bele pirosba. Az, hogyha rendőr van, de lehet, hogy van, akkor meg nézzünk egy nagyot, hogy, hogy jó, lehet, hogy nincsen, de aztán mégis akkor nézek egy nagyot, hogy hát te meg mit keresel.
3 óra.